Noi nem kell majd félnünk, hogy éheznünk el. Nyáron tele van a határ ennivalóval. Télen meg az emberek komlája, szalonnával meg kolbásszal. Jól van, de lakást kéne szereznünk. Jaj, a lábam, jaj, a derekam, halálra kínos a reuma. Segíthetünk valamit? Le kell ülnem valahova, mielőtt tovább megyek. Nagyon kínos a reuma. Csak üljön le oda a padra, mi majd hozzá kísérjük. Templom árnyék Egbert. Külső városi Eduárd, tiszteletem. Ó, milyen kedves önöktől! Milyen ritka manapság az ilyen jól nevelt fiatal. Hová valósiak, ha szabad kérdeznem? Éppen a városból érkeztünk, és jelenleg nincsen szállásunk. Tudna esetleg... Ha persze, van nálam elég szoba, folyosó, elférünk hárman is. Ennivalom is van bőven. És ha gondoljátok, ha nem baj, hogyha mostantól tegezlek benneteket, még munkát is tudok adni. Hát ez remek! Köszönjük! Nos, ez esetben talán indulhatnánk is. Itt is volnánk. Foglaljatok helyet az asztalnál. Mindjárt hozzon egy kis vacsorát. Mindjárt hozzon egy kis innivalót is. Addig kóstoljátok meg. Te! Ez ki? Tiszta! Fúj! És cserebogár pajor! Hogy ízlik? Remek, ugye? Fölséges! Kiváló! Nos, csak fogyasszatok! Van még a kamrába bőven! Ó, köszönjük! Teljesen tele vagyunk! Nos, voltaképpen itt is maradhatnátok nálam. Én a fájós lábammal és a rossz derekammal már nem nagyon tudok dolgozni. Viszont erős, fiatal egerek vagytok, és kiválóan értitek az egerjük fúrást. Nos, ugyanolyan folyosóval kell ásni, csak egy kicsit tágasabbat, mert én egy kissé termetesebb vagyok. Mit gondoltok? Szívesen maradunk. Köszönjük! Nos, ez esetben talán térjünk is nyugovóra. Reggel korán kell kelni, ott elalhattok. Jó éjszakát! Jó éjszakát!